ebben a csoportban a legnagyobb helyesírási hibákat gyűjtik össze. Bejegyzésekben, kommentekben és adok-veszek hirdetésekben egyre többször fordul elő valamilyen szarvas hiba. Az ezt esszel írják, az itt szót pedig egy tével, de sokszor használják a kiejtés elve szerinti írásmódot akkor is, amikor nem azt kellene. Így a fonetikus írásmód sokszor vicces helyzeteket szül, vagy éppen hátrányt is okozhat egy állásinterjú kapcsán. Nem mindegy, hogy ki ír és hova ír, kinek szánja. Tehát kezdjük azzal, hogyha valaki ír egy SMS-t, vagy egy üzenetet küld a Messengeren, a Facebookon, ott ez magánkommunikáció, ott ha úgy gondolja, tele tűzheti helyesíráshibákkal, illetve ahogy jön, úgy írja a szavakat, ez elfogadható, hiszen... Saját igényességének megfelelően. Igen, ez, és akinek ír, nyilván azt se fogja szóvá tenni. Azonban abban a pillanatban, hogy egy ilyen írás a nyilvánosság elé kerül, például a bejátszásban hallott Facebook oldalon, ott számítania kell arra, hogy idézőjelben megrovást fog kapni néhány olvasótól, hiszen a Magyarországon a helyesírásnak nagy a presztízse. Általános iskolában sok-sok tanórát a tolbamondásra szántak a pedagógusok, mégis sokan elfelejtik az évekkel korábban megtanult szabályokat. Ezek a hibák nem csak az olvasó szemét bántják, a helyesírásra a mindennapokban is szükség van, például egy hivatalos dokumentum megírásakor. Gondoljunk csak arra, hogy mi történik akkor, hogyha benyújtunk egy állásajánlatra egy pályázatot. Ezt nem én találtam ki, hanem nekem mondták, hogy ugye ma már így nevezik a személyzet is, hogy HRS, befutott hozzá 100 ilyen pályázat, és abból 50-et rögtön félretett, és a legnagyobb megdöbbenésemre idézőjelben azért, mert tele volt helyesírási hibával. Kétség nem férhet hozzá, hogy az egyszerű emberek, hogy mondjam, szóval, akik nagyon tisztességesen földön gazdálkodnak, dolgoznak nap mint nap, és csak egy képeslapot írnak egy évben egyszer, ha valamit kiírnak az udvar vagy a kerítésükre, hogy valami eladó és abban hiba van, én azt nem rovom meg. De abban a pillanatban, hogyha valaki egy A4-es lapra kinyomtat valamit, és hibásan írva, és az olyan hiba, hogy többen észreveszik, mert hogy az egybekülönírásban valóban sokszor van, hogy külön írják, és azt nem sokan veszik észre, és ezt kijavítják, és szóvá teszik, azt el kell fogadni. Minya Károly harmadik kötetében 850 új szót ismertet meg az olvasókkal. A stílusrétegek új szavait bemutató könyv a különböző szaknyelvek mellett a szlenget és a fiatalok nyelvhasználatát, illetve azok változását is bemutatja, valamint az év szavát, az év antiszavát és ifjúsági szavát is, melyek a fényvillamos, a horror karaván és egybeírva a mutimite szellett.